Megint egy csodába, ez az óváros, megy föl a lépcső végig, ilyen szűk kis sikátorokon keresztül, bárok, butikok jobbról, balról, nagyon mediterrán színekkel, sziklákba vájt kis éttermekkel, kiállós helységekkel. Nagyon. Itt is kajáltunk valamit. Nem. Tavaly ügyezve jártuk ezt a részt. Mondom, most ez volt az álmom, hogy lányaimmal végre eljöjjek. Mondom, ez ilyen előszülinapi ajándék, de nem lenne születésnap akkor is. Nem, ez már éretti. El kell olívaolajit tégni. Nagyon jó. Ja, rengeteg olajfa van. Na. Jó kis bárok. Ja, ahol hely van, üljetek le, itt van hely. De nem akarunk itt leülni. Mert? Hát mert a tengel nincsen lent. De miért nem akar itt leülni? Nem észre, ott van el. Nem ez a hülye helyünk? Nem? Lányom, ide ülj ehhez az asztalhoz, ide a tengerhez, így van. Így van. Szuper, gyerünk. Le, hogy ne ülhetnél, majd én szabályozom. Üljetek. Mindjárt hozok a Bencusnak egy széket. Várjál. Oda megyünk. Nem, oda megyünk, mert ott a koktélbár. Ott, ez kajálda csak. Egyből elzabart. Aranyosan, ide izélt aztán. Jó, hát itt. Ott oda mutatott valahol, ott van az. Ahol előbb benéztünk. Ahol benéztünk. Gyertek. Ó, menjetek, nem tudom, amerre gondoljátok. Nem iszunk, hanem, vagyis nem eszünk, hanem iszunk. Na menjetek. Nagyon szép. Hát igen, ebből élnek, éljenek is, így van. Megdolgoznak érte. A turizmus az nyomja Horvátországot nagyon. Hát olaszoknál is nagyon sokat benyom. A turizmus, lásd, Velence miből él. Hát, van izomlázam már most. De nem, mi fölmegyünk, ott rendelünk. Mi? Ott rendelünk föl. De mit akarsz itt rendelni? Jó, akkor mindjárt, akkor menjünk föl. Menjünk föl, vagy tovább, így van.